That's a luxury well above my merits. Régió barátként üdvözölte egymást a magyar és orosz külügyminiszter Moszkvában. Szijjártó Péter itt jelentette be, hogy a már lekötött mennyiségen felül további 700 millió köbméter gáz vásárolnánk Oroszországtól. A tárgyalások a közelmúltban szakmai és vállalati szinten megkezdődtek, de mindenki pontosan tudja, hogy megállapodás, politikai megállapodás nélkül nem lesz. Ennek kapcsán a tárcavezető pénteken hozzátette, a politikai megállapodás miatt kellett Moszkvába utaznia, de részleteket ezzel kapcsolatban nem árult el. Még csütörtök este jelent meg egy kormányhatározat is. Eszerint közel 740 milliárd forintnyi hitelt vesz fel euróban a kabinet, hogy földgáz vásároljon. A pályázat nem nyilvános, de az állam készfizetőkezességet vállal. Tavaly egyébként az MVM hosszú távú szerződést kötött a Gazprommal. Az orosz állami vállalat évi 4,5 milliárd köbméter gáz biztosít Magyarországnak. És ezt az összefoglalót együtt néztük Barkóczi Balázzsal, a DK országgyűlési képviselővel. Jó reggelt kívánok! Ez is csak valami jó reggelt kívánok! Nyilván, hogyha onnan nézzük ezt a fejleményt, hogy alapvetően a világnak most eléggé deklarációja az, hogy az orosz gázfüggőséget minden ország próbálja csökkenteni, hát ez nem ebbe az irányba mutat. Másrésztről viszont nyilvánvalóan minden ország politikai vezetésének az az elsődleges, hogy nehogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy kellene gáz, de nincsen, például azért, mert Oroszország elzárja a csapokat, mert a tározókban van gáz, de nem elég, szóval, hogy ez egy alapvető egzisztenciális félelme nyilván minden embernek, vagy minden politikai vezetésnek. Hát nem csak az egész világnak, hanem benne a magyar választóknak is. Ugye én is nemrégen készült egy közvéleménykutatás, amiben a magyar választók egyértelműen elmondták, a magyar választók háromnegyede, hogy ők energiafüggetlenséget szeretnének Oroszországtól. Tehát ezzel a lépéssel a magyar kormány a magyar választókkal megy szembe, és nem az ellenzékkel, bármennyire is szeretik ők ezt hangsúlyozni. Egyrészt, másrészt pedig emlékezzünk rá, amikor az olajembargóról volt szó, ugyanott Orbán Viktornak három célja volt az Európai Unióval szemben. Egyrészt, hogy a putyini Oroszországot megvédje ezektől a szankcióktól, ez nem sikerült, ugyanis az Európai Unió felfüggeszti az orosz olajimport 90%-át év végére. Másrészt, ugye ő ki akarta erőszakolni zsarolással az Európai Unióból a visszatartott fejlesztési uniós pénzeket, ez szintén nem sikerült. Harmadrészt pedig Orbán Viktor megalázva és megverve jött haza, vagy billegett haza, akartam volt mondani, de elnézést a freudi elszólásért, billegett haza Brüsszelből, ugyanis nem sikerült elérni a Magyarország energiafüggetlenségét sem, sőt, most azt látjuk, hogy ezek a lépések, az, hogy 740 milliárdos, 736 egészen pontosan milliárdos giga devizahitelt veszünk fel, és ezért 740 millió orosz, köbméternyi orosz gázt veszünk, ez azok felé mutatnak, hogy Magyarország energiafüggősége Oroszországtól megmarad. Sőt, ugye mit mondtak? Azt mondták, hogy mi kedvezményesen fogjuk kapni az oroszoktól a gázt. Ez kiderült, hogy nem igaz. Harmadrészt pedig a demokratikus koalíció szerint félő, hogy ezzel a pénzzel egyrészt Magyarországot is eladósítják, ez nem jó a magyar embereknek, ez egy valakinek jó, a háborúzó putyini Oroszországnak, ugyanis az orosz hadigépezetet támogatják ezzel. Ezért mondta azt a demokratikus koalíció, hogy hozzák nyilvánosságra ezeket a szerződéseket, és hogyha ezt nem teszik meg, az felér egy beismerő vallomás. Ugye azért most a Tusnádfürdő elmondott beszéd, az nem egy, nem tudom, hogy fogalmazott, hogy hazakullogó politikus beszéde volt, hanem egy olyané, aki mondjuk azt mondja, hogy mindaz, hogy a világ ezt a háborút kezeli, az hasonló egy autóhoz, aminek mind a négy kereke defektes. Például a szankciókat is említette mondván, hogy azok hát kb. Ugyanannyira fájnak az uniónak, mint a világnak, mint az oroszoknak. Hát erre mondta azt a demokratikus koalíció, hogy beteg embernek nem tanácsot adunk, hanem gyógyszert. De hogyha bővebben is kíváncsi a véleményemre, én ami azért hiszem, egy nagyon erős mondat volt. Nézze, itt nyilvánvalóan egy ilyen félinformációkból összeállt, a náci fajelmélet szavait és nyelvi elemeit használó, zavaros világképpel dolgozó beszédről van szó, aminek köszönő viszonyban sincs a valósággal, tulajdonképpen egy ilyen saját démonaival küszködő, középszerű, önjelölt jóst, vagy hogyha a miniszterelnökről beszélünk, akkor jóskát láttunk most tusványosan, akinek látszik, hogy nincs fog
fogalma a világpolitika és a világgazdaság jelenlegi irányáról. Ő egyfajta bezárkózást hirdet, még nagyobb hűséget hirdet a putyini Oroszországhoz. Tehát tényleg komolyan van ebben az országban egy olyan ember, aki elhiszi, hogy 2030-ra vége lesz a nyugatnak. Ugye volt nagyon régen, még a Kádár rendszerben az a vicc, hogy hol van az imperializmus a szakadék szélén és a szocializmus egy lépéssel előtte. Tehát, hogyha 2030-ban vége lesz a nyugatnak, akkor jelentem, hogy Orbán Viktor és kormánya már egy lépéssel előttük. Na jó, azért, szóval, hogy vegyük sorra, nem ezt mondta pontosan, és nem azt mondta, hogy itt most nekünk a nyugattal szakítani kellene, hanem azt mondta, hogy Magyarország egy tranzit ország, amelynek nyitottnak kell lennie a nyugat és a kelet irányába, mindkét irányba, és elmondott egy csomó olyan dolgot, amit például a demokratikus koalíció is régóta akar. Például azt, hogy diverzifikálni kell az energiaforrásokat, áttérni az áramra, a biomasszára, más kérdés, hogy ez az előző lépés, amiről beszélgettünk, ez hogy illik ebbe a sorba, de legalább kimondta Orbán Viktor, hogy ez egy fontos irány, technológia váltást emlegetett, és azt is mondta, hogy nagyon fontos az, hogy a politikai stabilitás az adott, amiben szintén megint van ráció, mert a Nyugat-Európában sok országában ez éppen nem adott. De hát az ő politikai stabilitása mennyiben adott? Azt azért hát a kétharmaddal úgy eléggé. Ez a rezsicsökkentés nevű találmány, ez a negyedik Orbán kormánynak, sőt az azt megelőző Orbán kormányoknak is a legfontosabb politikai terméke és politikai ügye volt. Ezt a rezsicsökkentést most az Orbán kormány egyértelműen feladta. Az a politikai konglomerátum, vagy az a politikai csapat, amelyik a legfőbb politikai termékét és politikai ügyét feladja, az egyértelműen megbukott politikai szempontból, legalábbis mindenféleképpen. Hát, politikus, és reagál a külpolitikai helyzetre, egy háborúra, meg a világgazdaság hatásaira. És az a miniszterelnök, amely elkezd kacérkodni utána a fajelmélettel, ugyanis ezt nem lehet másképp értelmezni. Úgy látszik, hogy Orbán Viktornak kiemaladt az alapvető biológia, hogy az emberiség az egyfajt képez. Az a miniszterelnök pedig erkölcsileg is, morálisan is megbukott. Ilyet a 21. században az Európai Unióban nem lehet csinálni. Nyilván ezt a beszédet mindenki majd a saját íze szerint ítéli meg, de maradjunk annál, hogy ugye azt mondta, hogy politikailag megbukott, hogyha valaki az egyik fő politikai adóján változtat. Azért láttunk már ilyet a történelemben, meg a magyar politikában is, ugye önnek nem kell ezt részletesen ecsetelnem, hogy van olyan, hogy egy politikusnál bekopogtat a valóság. De ha arra reagál, az politikai bukás? Jó, akkor vegyük politika. Hogyha már a rezsicsökkentésről beszélünk, ami most már rezsiemelés, akkor vegyük sorba, hogy ez hogy történt ez az egész. 2011-ben indulunk, amikor a gáz világpiaci ára nagyon magas, és a magyar kormány ugye jogszabályban korlátozza a hazai gázárat, két legyet ütve egy csapással, egyrészt magának politikai népszerűséget vásárol, amit aztán a szolgáltatók fizetnek meg nagyon súlyos veszteségekkel, másrészt ezeket a veszteséges szolgáltatókat utána fillérekért megvásárolja. Aztán 2013-tól, amikor elkezd csökkenni a gázszabadpiaci ára, sőt 2016-ban már alacsonyabb, mint a hazai rezsicsökkentett ár, akkor ezen nem változtat a kormány, magyarul mit történik az, hogy a fogyasztók 5-6 évig egy magasabb gázárért fizetnek, és közben azt hazudják nekik, hogy spórolnak, hiszen a számla narancssárga rubrikájában ugyanis nem a 101 forintos gázárhoz, hanem 130 forintos gázárhoz viszonyítva számolják ki ezt a rezsicsökkentett árat, és a fideszes oligarchák kezébe kerülő szolgáltatók ezeken nagyon jól keresnek. A magyar családok meg ráfizetnek. Aztán elérkezünk 2021-hez, amikor megint csak elkezd emelkedni a gázár, és a szolgáltatók extra profitját, amit eddig a magyar családok fizettek ki, most majd a veszteségeiket fogják kifizetni a rezsicsökkentés eltörlésével, sőt, ugye még kiderül utána, hogy eladósítják a magyarokat egy 436 milliárdos gigahitellel, majd az is kiderül, hogy bármit is mondtak ezzel kapcsolatban, hogy majd olcsóbban, meg ötödáron kapjuk a gázt az oroszoktól, kiderül, hogy ez nem igaz, mert hogy csak 740 millió köbméter azzal egyetért, hogy az, ahogy most elszálltak az energiárak a világpiacon, az fenntarthatatlanná tette ezt a rezsicsökkentéses rendszert. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy most már nagyjából 2000 milliárd forinttal kellett volna kipótolni ebben az évben a költségvetésnek, és ha ezzel egyetért, akkor hogy módosított volna a DK? A rezsicsökkentés már akkor is hazugság volt, pont amiatt, amit előbb elmondtam, amikor meghozták, és most is hazugság, amikor megpróbálják azt kivezetni, és megpróbálják az ő legfőbb politikai terméküket feladni. És itt olyan dolgokról vitatkozunk, ugye említettem ezt, hogy a magyarok kétharmada energiafüggetlenséget szeretne Oroszországtól. Azt állítja a Fidesz kormány, hogy nem tud LNG terminálokat kérni, és cseppfolyós gázt vásárolni, mert ennek technikai akadályai vannak. Ez nem igaz. Számtalan egyéb módon lehetne csökkenteni
Magyarország energiafüggőségét az oroszoktól, például úgy, hogy más uniós gáztározóktól vásárolunk gázt, vagy ezekkel az LNG terminálokkal. Ezt a kormány nem teszi meg, és nem lehet másra gondolni, hogy nem azért nem teszi meg, mert ennyire sincs tehetsége egyébként, hanem azért nem teszi meg, mert ki akarja szolgálni a putyini Oroszországot, az éppen hadban álló orosz hadigépezetet, és tulajdonképpen a magyarokra rálőcsölt gigahitellel finanszírozza most az oroszok háborúját, ami egyértelműen fel. Vajon ez a múlt hét végi lépés befolyásolja az uniós tárgyalásainkat? Ugye hivatalosan nem nyilván, mert hogy itt teljesen más szálon futó történetekről van szó, de azért kimondott uniós elvárás minden tagország részére a függetlenedés az orosz gáztól. Hát egyértelműen befolyásolni fogja, az pedig akkor pláne befolyásolni fogja, amit ön is említett a felvezetőben, azért az milyen szinten szégyene egy ország diplomáciájának, hogy lefordítják a miniszterelnök beszédét angolra, majd az inkriminált részeket, amik tudják, hogy semmi keresni valójuk már a 21. század Európájába, mert egy régi vészkorszakot idéznek meg a maga nyelvi stratégiájával és nyelvi elemeivel, ezt pedig elfelejtik lefordítani, és hiába is mondja Navracsics Tibor és Varga Judit, hogy már küszöbön a megállapodás, már csak ki kell tenni a pontot a mondat végére. Az Európai Bizottságból érkező hírekről egész egyszerűen nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy azoknak a feltételeknek, amit az Unió megszabott azért, hogy érkezhessenek az uniós források, a magyar kormány nem tesz eleget. Nem függesztette fel a korrupciót. Hova tovább, ugye pont a katatörvény és a rezsiemelés kapcsán látszik az, hogy még mindig nincs széleskörű társadalmi egyeztetés, ez is az egyik feltétel lett volna. Tehát a kormány nem teljesíti ezeket a feltételeket, közben pedig ugyanúgy, ahogy a gázáról hazudozik el. Navracsics Tibor ugye erre azt mondja, hogy ő azt érzékeli, hogy a politikai akarat nincs meg a bizottságban. Igen, más meg azt mondja, hogy a piszoároknál nekünk szurkolnak. Hát azt hiszem, ez mindent elmond a magyar kormányról. Azért elég alacsonyan van a közbeszéd szintje, nem? És én vittem alacsonyan a közbeszédet, ez hoppá Péter mondta. Hát nem, csak nem biztos, hogy ugyanoda kell követni, ahol az van. Nekünk szurkolnak. Szerintem ezt a Fidesz már nagyon régen levitte, lelkük rajta. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.